Hongkongból érkezett hulladó beteg. Megvizsgálom a sok tanulítóban. Mit tudunk róla? COPD súlyos. Mennyi a szaturációja? 82%. Volt már fellángolása? Igen, többször. Intenzív osztályos kezelése volt már? Nem. A COPD jellegzetes tünetei. A köhögés, a nehéz légzés, ami elsősorban először nagyobb terhelése jelentkezik, majd egyre kisebb terhelése, ahogy a betegség halad előre. Emellett bőséges köpete is lehet a betegnek. Főleg arról panaszkodnak a betegek, hogy reggel nagyon sok köpetük van a felébredés után, amely napközben azért egy kicsit csökkenhet. Sárgássá válik a köpet, ami mindenképpen fertőzésre utal, vagy láz is jelentkezik. Tehát mindaz, ami eddig nyugalomban hát elviselhető volt tünet, az most egyre inkább elviselhetetlenné válik. Kérek szépen egy hörtegítós porlasztást a betegnek, illetve egy vénászteroidot majd. Hogyha nem javulnak a tünetei, súlyosbodnak, vagy aluszékonnyá válik, hulladása fokozódik, akkor mindenképpen hívni kell mentőt, és akkor be kell menni kórházba, ahol a megfelelő ellátást kapja. COPD-s beteg légzése és testtartása jellegzetes. Látványos, azaz mindkét vállát megemeli, és a kezével maga mögött támaszkodik, mert így tud levegőt biztosítani a szervezete számára. És látjuk, ahogy a légzési segédizmait használja, has és mellizmát. Sajnos ez a COPD megbetegedés egy progresszív megbetegedés, ami azt jelenti, hogy ahogy telnek az évek, sajnos rosszabbodik a beteg állapota. Azok a panaszok, amelyeket ön is ismer, nehéz légzés, köhögés, köpetürítés. És amikor beállítjuk a gyógyszereket, akkor elérhetjük azt, hogy csökkennek a beteg panaszai, azonban időnként van, amikor ilyen fellángolások vannak, ami azt jelenti, hogy fokozódik a köpetürítése, a köhögése, a nehéz légzése, és sajnos ezt nem tudjuk előre minden esetben kivédeni. Ilyenkor a beállított terápiát biztos, hogy változtatni kell. Ugye a COPD megbetegedése hörgőtágítókat kapnak a betegek, ilyenkor emelni kell a hörgőtágítóknak az adagját. De ha a panaszai fokozódnak, akkor mindenképpen el kell menni a házi orvoshoz. Ha ennyi formája van, akkor a házi orvos ellátjon tanácsokkal, gyógyszerekkel, azonban, hogyha súlyosabb az állapota, akkor mindenképpen tüdőgyógyászhoz kell fordulni, illetve mentőt kell hívni és kórházba kell menni. Otthoni körülmények között COPD-s beteg esetében a legfontosabb, hogy ülő helyzetet biztosítsunk számára. A kórházban ugye nem csak tabletta formájában inhalatív készítményeket kap, hanem itt vénási injekciókat is adnak, és így segítenek a betegen. Megvan a betegnek az artériás vérgáza, alacsony a véroxigén szintje, de emellett a széndioxid szint magas a vérében, úgyhogy kezdjük el lélegeztetni a gép segítségével. Most még non-invazív lélegeztetést fogunk alkalmazni. A gép fog segíteni lélegeztetni a beteget, úgyhogy a betegnek a másik oldalán egy szilikonos maszk lesz, és ez fogja segíteni az oxigén bejutását és a széndioxid kijutását. Úgyhogy kérem, tegyük fel a maszkot. Meg lehet előzni, illetve lehet segíteni. Hát mindenképpen nagyon fontos, hogyha dohányzik, akkor mindenképpen le kell szokni a dohányzásról. Az nagyon fontos első lépés. Sajnos ezeket a fellángolásokat, ezeket a rosszabb állapotot elsősorban valamilyen fertőzés okozza. Vírusfertőzés, bakteriális fertőzés, vagy ha levegőszennyezettség fokozódik, ez is kiváltja. Így tehát erre mindenképpen oda kell figyelni. Tehát említettem, elsősorban le kell szokni a dohányzásról, másrészt ha például nagyobb tömegben vagyunk vásárláskor, vagy tömegközlekedésen, akkor érdemes maszkot viselni, vagy kerülni a nagyobb tömeget.
Mindenképpen fontos a higiénia betartása, a megfelelő kézmosás, felőztetése a lakásnak. Tehát gyakorlatilag olyan előírásokat is be kell tartani, mint a COVID idején láttuk. Nagyon fontos még a megelőzésben a védőoltásoknak az adása. Ugye a háziorvos ezt tudja, be tudja adni, tehát meg kell keresni a háziorvost, különösen itt az őszi időszakokban. Ezek a rosszabbodások mindig gyorsítják a betegségnek ezt a progresszív lefolyását, tehát hogy egyre romlik a betegség, és utána sajnos romlik a légzésfunkció. Tehát sosem tér vissza a légzésfunkció arra az állapotra a fellángolás után, mint amilyen volt előtte. Tehát gyorsítja a betegségnek az előrehaladását, és ez semmiképpen sem jó, hiszen a betegnek ilyenkor fokozódnak a panaszai, több gyógyszerre lesz szüksége, oxigénkezelésre lesz szüksége, tehát mindenképpen meg kell ezeket a fellángolásokat előzni. Van erre egy cselekvési terv, amely letölthető az interneten, illetve korábban a tüdőgyógyász szakorvosával összeállítottak egy ilyen cselekvési tervet, ezt követve, tehát emelni kell a gyógyszerek adását, és természetesen, ahogy mondtam, ha nem javul az állapota és súlyosbodik, akkor akár mentőt is lehet hívni. Köszönöm a korlapot! Megérkezett a betegnek az új vérgázlelete közben. Hála Isten javult a véroxigén szintje, csökkent a széndioxid szintje. Úgy néz ki, hogy ezek a beállítások jók lesznek neki, úgyhogy áthelyezhetjük az őrzőbe. Elmegyek, telefonálok az őrző ügyeletesének. Te addig intéznéd a szállítását? Természetesen, és figyelem a beteget. Köszönöm. A rehabilitáció a COPD-s betegek kezelésének ugyanolyan integráns része, mint a gyógyszeres terápia, tehát ugyanolyan fontos, és van lehetőség arra, hogy a betegek évente kétszer igénybe vegyék ezt a rehabilitációt, amikor nagyon sokat tudunk segíteni a különböző légzőtornával, a terheléses vizsgálatokkal, tréningekkel, javítjuk a betegeknek az állapotát, az életminőségét, a tüneteit, tehát sokkal inkább terheltőbbé válni, ki tudnak mozdulni az otthonukba, hiszen sajnos biztos tapasztalta ön is, hogy annyira fulladt, hogy nem tud sokszor felállni, ellátni magát. Így tehát mindenképpen a rehabilitáció nagyon sokat segít ebben a tekintetben is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben lehetőség van arra, hogy a betegeket kivizsgáljuk, gondozzuk, beállítsuk a terápiáját, visszahívjuk, hogyha bármi probléma van, illetve ellássuk az ilyen akut fellángolásokat is, és lehetőség van arra Magyarországon a legmagasabb szinten a rehabilitációra is, ahol, ahogy említettem, évente kétszer tudjuk a betegeket az ország minden részéből fogadni.